Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, én Fekete Rita vagyok, a műsor szerkesztője pedig Jobb Rodé, és köszöntöm nagy szeretettel itt a Hit Rádió stúdiójában Longaor Andrást, a hitradio.hu szerkesztőjét, szervusz! Szervusz Rita, én is köszöntöm a hallgatókat! A következő percekben majd egy interjút fogunk készíteni Frank Füredi szociológussal, a 21. század intézet vezető elemzőjével, a svéd jobboldali győzelemmel kapcsolatban, ugyanis szeptember 11-én volt a svéd választás, és meglepő eredmények születtek. Mik is voltak ezek az eredmények, Andris? Hát ugye a brit konzervatív portál az Unheard úgy fogalmazott az elemzésében, és talán ez a legfontosabb, amit ki kell emelni, hogy a szavazás igazi győztesei a svéd demokraták lettek. Ez egy egyébként egy bevándorlás ellenesként apostrofált formáció. Az alakulat egyébként a szavazatok 20,6%-át szerezte meg, és ez azért is nagy eredmény, mert 2018-hoz képest 11 mandátummal növelték az elért eredményüket. Ez azért bármilyen pártformáció számára egy fényes eredmény, főleg nekik, hiszen azért az elmúlt években ők sok szempontból perifériára lettek szorítva. Igen, ugye érdekes szempont, hogy akár Svédországban mennyire fontos kérdés már a választások során is a bevándorlás kérdése, és erre hoztam egy pár adatot, ugyanis a 2016-os, 17-es számok alapján a teljes svéd lakosság 19,6%-a született külföldön, és 25,5%-a külföldi hátterű személy. Ugye a második generációsok ebben nincsenek benne, ugyanis őket nem vizsgálják. Ez azért is érdekes, mert Ausztráliában 2016 ez a szám 25% volt a külföldiek, tehát a külföldön születettek száma, és hát ahogy tudjuk, azért Ausztrália egy abszolút multikulturális kontinens állam, tehát oda aztán tényleg mentek a vietnámi háború után, 56-ban magyarok, tehát rengeteg náció a különböző európai forradalmak és csaták során oda menekültek. És ennek fényében nagyon érdekes, hogy a svédek nincsenek sokkal lemaradva a külföldi helyen születettek számában arányos módon. Itt a külföldiek, tehát a külföldön születettek között pedig 2,3% szíriai van, és 2,1% iraki, ők a legnagyobb nációt képviselik. És hát azt is érdemes elmondani, hogy 2019-ben 60 olyan városrész detektáltak már Svédországban, ahol a lakosság többsége bevándorló. Ugye no-go zónáknak szoktuk mi ezeket nevezni, de ilyen körülírt, polkorrekt megfogalmazásban szegregált régiók. Pontosan azt írták a hivatalos dokumentumokban, hogy a svéd törvények ezeken a helyeken nehezen kérhetők számon, tehát ilyen szépen meg van fogalmazva, illetve párhuzamos társadalmak alakulnak ki, és alternatív bíráskodás működik. Ezeket nevezzük ugye itt egyszerűen no-go-zónáknak. Tehát ezért is a társadalmat rendkívül megosztja, és úgy látszik, hogy most elkezdtek reagálni ezekre a folyamatokra. Igen, és egyáltalán nem meglepő. Ugye egyik oldalról ez egy rendkívül érzékeny kérdés, hiszen nagyon, nagyon vékony a vonal a valós probléma detektálása és ennek a problémának a kezelésére tett javaslatok és a szimpla egyszerű rasszizmus között. Tehát azért, ahogy nagyon sok más egyébként jobboldali formációnál azért láthatjuk azt, hogy megfognak sok esetben valósan létező problémákat, akár sírelmeket, helyzeteket, és egyszerűen olyan csavarral fogják meg az egészet, ami sok esetben például egy átlag állampolgár számára nem feltétlenül fogyasztható, vagy már túl szélsőséges. Viszont azt is lehet látni, hogy azért talán egy kicsit az német AfD-hez, az Alternative für Deutschlandhoz hasonlítanám, ami szintén egy jobboldali formáció, egyébként főleg az elmúlt időkben egyébként válságban is vannak sok szempontból, mármint így párt vezetésileg és szervezésileg, viszont abban nagyon hasonlítanak, hogy azért minden két párt esetében azért vannak arra kísérletek, hogy elizolálják magukon belül is azokat a hangokat, illetve azokat a túl szélsőséges elemeket, akik ugye nem megfelelő irányban és oldalról közelítik meg az ilyen kérdéseket. Viszont azt is látni kell, hogy maga a migráció egy nagyon valós probléma. Ahogy te is említetted, azért a no-go zónákban, ahol a sok esetben már közvetlenül a sharia törvények alapján ítélkeznek, rögtönítélő bíróságok és hasonlók, erre nagyon bizarr és extrém példák vannak, ha a kedves hallgatók rákeresnek, akkor ott azért valós kérdéseket vet fel, főleg azért is egyébként, mert már iszlamista pártformációk alakulnak ki ezekben a régiókban, övezetekben, akik a saját érdekei képviselete mellett vannak ugye elkötelezve, és azért azt is látni kell, hogy azért mind a mellett, hogy a szép dolog a multikulturalizmus, és nagyon
értékelendő az, hogy egy ország be tud fogadni más háttérből, nációból érkező embereket, azért az iszlamizmus és a muszlim vallás háttere például pont a saria törvények esetében akár a nőket illeti olyan megalázó pillanatokkal, helyzetekkel, stb., amiket például egy nyugati ország, kifejezetten egyébként Svédország, akik ugye nagyon helyes módon komolyan el vannak kötelezve, akár a nemi egyenlőség, akár más nyugati értékek mellett, ők nem biztos, hogy ezt el tudják viselni, főleg azok az állampolgárok, akik ugye ezeket az intézkedéseket korábban beszavazták. Ezt a pártformációt egyébként rasszistaként igyekezett több felmérés is feltüntetni, például volt olyan felmérés a választásokat megelőzően, amiben úgy fogalmaztak, hogy összesen 289 olyan politikust azonosítottak a svéd országon, Svédországon belül, akit vagy rasszistának, vagy nácinak nevezhető nézeteket fogalmaztak meg, és ezzel vádolták meg őket. Tehát tudjam, hogy többségüket, a 214-et ebből a svéd demokratákhoz kötötték, és ennek ellenére érdekes azt megfigyelni, hogy mind a mellett, hogy a választásokat megelőzően ilyen adatok láttak napvilágot, így is sikerült választási sikereket aratniuk. Azért ez valamit elmond a svéd választók döntéséről. Illetve ugye a jobb oldali formációnak a sikeréhez még hozzá lehet tenni azt, hogy ugye a közszolgálati, a svéd közszolgálati médiában sem kaptak sok szereplési lehetőséget, amit sérelmeztek is. De most Füredi úrhoz fordulok azzal a kérdéssel, hogy hozhat-e jelentős fordulatot Svédország tekintetében ez a jobboldali fordulat és győzelem, vagy pedig ez egy egyszeri kiugrás, lehet-e ebből egy trend, fordulhat-e az egész svéd politika és társadalom egy ilyen irányba? Hát ez, úgy látszik, ez így van, mert utóbbi másfél-két évben nagyon nagy problémák vannak a svéd társadalomban. Gránáttámadások vannak, csak Mexikóban vannak több gránáttámadások, mint mondjuk Svédországban. Nagyon nagy ilyen tüntetések, meg hasonló kriminális dolgok történnek, és emiatt úgy látják a svéd emberek, hogy az ő társadalmak vagy teljesen más formában van már úgy, hogy ez nem az ő Svédországuk. És pláne az történt a utóbbi 2-3 évben, hogy igazából most már két ország van Svédországban. Van azok, ahol a svédek élnek, és vannak azok egy másfajta párhuzamos társadalom, ahol az immigránsok élnek, ahol nem beszélnek egymással, nem vitáznak egymással, és emiatt az történt el, hogy a nagyon sok ember Svédország elhatározta, hogy most már éppen elege van a szociáldemokratik kormánnyal. Pláne azért, mert a miniszterelnök, a Magdalena Andersson, aki a szociáldemokratik pártnak a vezetője, egyszerűen nem akar beszélni ezekről a dolgokról, ezekről a problémákról, és a televíziók, meg a média, ők se akarták erről beszélni, hogy valahogy mit csinálunk ezzel a problémával. Úgyhogy emiatt történt az, hogy a jobboldal nagy sikere volt, három jobboldali párt lesz, aki a kormány mellett van, és a legérdekesebb az, hogy a Social Demokrata párt, a Svéd Demokrata párt, aki a Jimmy Åkessonnak a pártja, az 20.5%-ot kapott, ami azt jelenti, hogy ez egy nagyon nagy dolog, hogy egy ilyen jobboldali párt, aki 4-5 évvel ezelőtt nem is beszéltek velük, nem engedték őket, hogy a televízióban beszéljenek. Emberek, akik ebben a pártban voltak, észrevették néha, megtudják, hogy mi a politikájuk, kirúgták az állásukba. Egy igazi karantint csináltak körülöttek, hogy nem szabad ezeknek az embereknek igazi más svéd emberekkel lenni, de ennek ellenére, hogy próbálták egy ilyen karantint csinálni körülöttük, nagy sikerük volt ebben a választáson, ami azt jelenti, hogy valahogy a politikai zeitgeist, egy újfajta formája van a utóbbi időben.
Arra lehetett volna következtetni, hogy ugye a bevándorlók tipikusan a baloldali kormányokra szavaznak, azok a bevándorlók, akik választójoggal rendelkeznek, és esetleg a svéd társadalom az, aki mondjuk a jobb oldalra szavaz, ezeknél az okoknál fogva, amelyeket ön is említett. Hogy lehet az, hogy mégis a jobb oldal ennyi szavazatot ért el? Azt hiszem, úgy tudom, hogy a migránsok kevésbé szavaznak, mint a svéd emberek. Maga a Szocdem párt, aki a kormányban volt, egyáltalán nem népszerű most már, utóbbi 3-4 évben elvesztették azt a dinamikus formáját, ami volt nekik régebben, és igazából az a érdekes az én szempontból, hogy nem csak hogy két Svédország van, párhuzamos társadalmak, hanem ennek ellen másik két Svédország van. Van a Stockholm, a főváros, aki még mindig aránylag a baloldalra szavaz, és van a vidék Svédországban, ahol inkább emberek jobb oldalra szavaznak. Például ez az új párt, ezek a svéd demokraták, csak 10%-ot kaptak Stockholmba, de voltak helyek a vidéken, ahol 40 meg 45%-ot kaptak a szavazásból. Úgyhogy azt kell nagyon nézni a jövőben, hogy mi fog történni, hogy fog ez a kétfajta svéd társadalom együtt működni. Mert fontos, hogy együtt működjenek, mert olyan nagy problémák vannak Svédországban. Hogyha nem működnek együtt, akkor ez a migráns kérdés nagyobb és nagyobb problémákat csinál. Ne felejtsék el, hogy a Svédország az egyetlen egy ország Európában, ahol a 21. századból évről évre több és több embert gyilkolnak meg, majdnem olyan, mint mondjuk helyek Amerikában. Az egyetlen egy ország, ahol igazából vannak olyan fajta kisvárosok, vagy a kisvárosnak a részük, ahol a rendőrök nem mernek bemenni. Úgyhogy ha ezzel nem csinálnak valamit, ezt nem oldják meg ezt a kérdést, akkor nagyon nagy problémák lesznek a jövőben, és azt reméljük, hogy a jobboldali pártok elég erősek lesznek, hogy kormány, hogy tudjanak valamit csinálni. Csak attól félek, hogy a jobboldali kormány, ami lesz Svédországban, az három párt tartozik. És az egyik párt, az a liberál pártnak hívják, az nagyon utálja a svéd demokratákat, úgyhogy nehéz nekem elképzelni, hogy tudnak együtt működni a kormányba a hosszú távon. Csak a gyilkosságokhoz egy adat, hogy 2016-17-es felmérések alapján egy évben, tehát 2017-ben 18 nő közül, akit meggyilkoltak, 6 becsület gyilkosságnak az áldozata lett. Ugye maga ez a kifejezés is inkább a bevándorló hátterű csoportokhoz köthető. Ez így van. A statisztikák nagyon érdekesek. Például megnézzük a statisztikát, hogy azok az emberek, akik megerőszakoltak nőket, és a bíróság börtönbe rakta őket, azokból 47,7%-a azok nem, a szülei nem Svédországban születtek. A legtöbben Közép-Keletről jöttek, úgyhogy a legtöbb ilyen kriminális dolgok Svédországban ezek a külföldi migráns családból jöttek a fiatal férfiak. Svédországi demokraták milyen megoldásokat kínálnak ezekre a problémákra? Tehát mit tudtak mondani a svéd társadalom számára, ami vonzó volt, és ami hát reális is? A legelőször az volt vonzó, hogy megmondták az embereknek, amit ők is tudtak, hogy mi van Svédországban. Ők beszéltek azokról a dolgokról, amiről a másik pártok nem akartak dumálni, és azt is megmondták, hogy Svédországnak meg kell állítani az immigrációt egész addig, még a helyzet nem stabilizál. Ez nagyon tetszett az embereknek, és ezen kívül ilyen az ő politikája ilyen tipikus populista politika. Hasonló, mint mondjuk a Olaszországban a Meloninak a pártja, ilyen populista hullámnak vesz részt, és ez
most már a sok embernek, pláne a vidéken, Svédországban, mert a kisvárosokban nagyon tetszik. Ugye, ahogy említette is, azt majd a jövő dönti el, hogy hogyan fognak tudni a kormányban együtt működni ez a három egészen különböző pártformáció. Viszont a társadalom szempontjából ezeket a trendeket nagyon érdekes látni. Ugye a teljes svéd lakosság 25,5% a külföldi hátterű. Ezt a trendet meg lehet egyáltalán fordítani azzal, ha most megállítják a migrációt, ha teljesen lezárnák a határokat és hermetikusan elzárnák Svédországot, akkor is már ez a társadalomban lévő arányoknak a felbomlása megállíthatatlan, ha jól gondolom. Hát nagyon nehéz, a helyzet nagyon nehéz ez a munka. Ha meg lehet állítani a immigrációt, ami különben is nagyon nehéz, mert azért mindig jönnek emberek a svéd határon keresztül. A probléma az, hogy egész addig, míg a svéd technokrácia, a svéd elit nem hisz abba, hogy mit jelent svédnek lenni, és az iskolák meg a különfajta egyetemek nem tanítják az embereket arra, hogy ez a mi kultúránk, ez a mi értékünk, ez a mi társadalmunk, és mindenki, aki Svédországban él, valahogyan fontos, hogy ezt megérti, és hogy hasonlóan gondolkozzon. Egész addig, amíg azt nem csinálják, akkor ezt nem lehet megjavítani. De viszont, ha elkezdenének egy újfajta politikát, ami azt mondja, hogy mi svédek vagyunk, mindenkinek svédnünk kell beszélnie, mindenkinek fontos, hogy megértsék, hogy a mi értékünk az ő értékünknek kell lenni, akkor el lehetne ezt kezdeni, pláne hogyha iskolák máshogy tanítanák a gyerekeket, a immigráns, meg a migráns gyerekeket, ha máshogy tanítják őket, hogy igazi svéd embereket csinálnának belőle, akkor esetleg lehet ezt megjavítani, de ez jó sokáig el fog tartani. De fontos azért, hogy ember nem adja fel, azt mondja, hogy ez nem fog sikerülni, nem is érdemes ezt csinálni, mert ha nem csinálnak valamit, akkor egy igazi tragédia lesz a svéd társadalomban. Említette az iskolákat, és én azt olvastam a svéd iskolákkal kapcsolatban, hogy gyakori az a jelenség, hogy egy belső szegregáció alakul ki. Tehát nem egy olyan szegregáció, amit maga az iskola, vagy a hivatal, vagy az állam hoz létre, hogy mondjuk a bevándorló gyerekek itt tanulnak, a svéd gyerekek pedig itt, hanem egy olyan belső szegregáció, hogy maguk az iskolában járó külföldi hátterű, vagy bevándorló hátterű gyerekek különülnek el a svéd gyerekektől, sőt olyat is olvastam, hogy rituálisan megmosakodnak, miután velük érintkeztek. Tehát, minthogyha nem is tartanák magukat velük kvázi egyenlőnek. Ja, ez így van. Emlékszem, egy pár évvel ezelőtt a pandémia előtt Svédországban voltam, és beszéltem a tanítókkal, és ők mind mondták, hogy például amikor a gyerekek ebédelnek, akkor van egy iskolában van egy svéd asztal, és akkor van egy migráns asztal. És mintha két külön világ lenne az iskolában. Hogy nagyon ritka az, mikor a immigráns vagy a migráns gyerekek eléggé bátrak arra, hogy a svédekkel együtt legyenek, együtt játszanak, mert attól félnek, hogy mit mondanak a másik immigráns ifjak, hogy elárulják az ő népüket. Úgyhogy ezt megengedték, hogy már ez ilyen régen így legyen az iskolában, az igazából ez egy nagyon nagy tragédia, hogy így ilyen hülyén viselkedtek a tanárok, meg az iskolák, meg a politikusok. Nem is akarták látni, hogy mi történik a szemük előtt. És most már ennek ez már nagyon nagy probléma van emiatt. Mert ha a fiatal migráns gyerekeket nem tanítsák arra, hogy mit jelent svédnek lenni, vagy mi a svéd kultúra, jól beszélni svédül, akkor ez a probléma az még rosszabb lesz a jövőben. Milyen véleménye azzal kapcsolatban, hogy mennyire tudják magukat elkötelezni akár a politikai szereplők, akár majd a pártok, akár ez az új formáció, ami most kormányra került, hogy valóban a bevándorlásnak úgymond megállt szabjanak. Nyilván, hogy valamilyen szinten a svéd társadalomnak, vagy a szolgáltatói rétegnek is szüksége volt ezekre a bevándorlókra, hiszen sok-sok munkakört ők töltöttek be, ha jól gondolom. Ez így van. Sokszor így van, hogy néha
a különfajta elitek, a technokraták úgy próbálják megoldani a közgazdai kérdéseket, hogy behoznak migránsokat vagy immigránsokat, ahelyett, hogy újfajta technológiát csinálnának, vagy átszerveznék a társadalmat, hogy jobban tudjanak az emberek dolgozni. És egész addig, míg arra számítanak, hogy mindig jönnek be emberek, akkor persze a migráns kérdésnek sose lesz vége, és sose fog megjavulni. Ezért kell valahogyan egy ilyen, vagy egy komoly tervet készíteni, ami nem csak egy immigráció terv, hanem egy ilyen közgazdasági terv, és nem csak egy közgazdasági terv, de még egy ilyen iskolai terv, mert ahogy nevelik a gyerekeket, a fiatalokat, az határozza el, hogy mi fog történni a jövőben. Illetve kell egy, gondolom, egy erős identitás politika. Nem tudom, hogy erre a svéd társadalom mennyire nyitott. Hát ez nehéz tudni. Már meglássuk, mert az új jobboldali kormány szerintem még sajnos nincs elég tapasztalata ahhoz, hogy kell ezt megtervezni, mit kell csinálni. Általában például a svéd demokrata pártnak a különfajta parlamentári, azok mind elég fiatalok, még nem dolgoztak a parlamentbe, még lehet mondani, hogy egy jó ideig el fog tartani, még érték, hogy kell a különfajta jogokat készíteni, hogy lehet egy új Svédországot építeni, ez el fog tartani egy jó ideig. De szerencsére most már látják, hogy mit kell csinálni, és legalább el fogják kezdeni. A következő 2 évre meglássuk, hogy először is ez a jobboldali kormány össze tud tartani, tud dolgozni egymással, és ezen kívül azt is fogjuk látni, hogy mennyire mernek újfajta terveket csinálni, ami megjavítja a problémákat, amik most történnek Svédországban. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és tudtunk egy picit beszélni erről a kérdésről. Frank Füredi szociológus, a 21. század intézet vezető elemzője volt a vendégünk. További szép napot kívánok! Köszönöm szépen!